Széles körben népszerűek az országos képzési jegyzékbe tartozó ismertebb nevén az OK és tanfolyamok. Ezek a képzések sokféle területet, iparágat fednek le, ezért alkalmasak mindazoknak, akik új szakmát szeretnének tanulni, de megfelelő lehet azok számára is, akik szakmai előmenetel miatt szeretnének új tudást szerezni. Növeli a munkaerőpiacon keresett szakmákat kínáló OK és képzések vonzerejét, hogy a plusz tudás megszerzése további felvételi pontokat jelenthet a felsőoktatási tanulmányok során, és mint ismert, most már a második szakma megszerzése is lehet ingyenes. Lakás eladás SZIA-ja van, illetve külföldről és belföldről származó jövedelem. Ebben a képzési központban közel 10 szakképesítést adó tanfolyam közül választhatnak a tanulók. Ezek nagyrészt gazdasági szakok, de emellett közbeszerzési referens és sportedzői képzés is folyik jelenleg. Államházás mérleképes könyvelő szakra járok, van már 2 diplomám, egy gazdálkodási és egy szociális munkás szakon, és hát szeretném a szakirányú végzettséget is megszerezni ahhoz, hogy a jövőben jobb munkalehetőséghez jussak igazából. Az OK és képzések több szempontból is előnyösek. Rugalmas az időbeosztás, valamint rövid idő alatt, akár 1-1,5 év után is szerezhető oklevél. Ezért is választják ezt a képzési formát egyre nagyobb arányban az álláskereső kisgyermekes anyukák is, akik akár már gyes vagy gyed ideje alatt beiratkozhatnak a kurzusokra. Képzéseinken nagy részt női hallgatók vesznek részt. A szakképesítést adó képzések közül pénzügy, számviteli, OK és képzéseink felkapottak a nők körében. Jobb elhelyezkedési lehetőség tekintetében választják ezt a hölgyek. Ilyen például a pénzügyi, számviteli ügyintéző, mérleképes könyvelő, társadalombiztosítási ügyintéző vagy a bérügyintéző képzés. A képzési központban évente 200-250 diák tanul. Arányait tekintve a beiratkozott hallgatók 92%-a szerez oklevelet tanulmányai végén. A legnépszerűbb szak a mérleképes könyvelő, mind államháztartási, mind pedig vállalkozási szakon.